Sziasztok! Elérkezett ez a nap is. Most először látható a csatornán Lego Minecraftos videó. Ugye eddig nem volt erre semmilyen példa, így eléggé izgulok, hogy hogyan fog sikerülni, hiszen amikor új automatikákba lépek bele, akkor mindig megvan az a rengeteg sok új információ, amit fel kell dolgozni. Megmondom őszintén, most már elég rég volt, hogy utoljára Minecrafttal játszottam, de azért még megvannak az emlékek. Tehát ebben az adásban a 21-250-es tételszámú vasgólem erődjét fogjuk megnézni. Készletet a videóhoz a Kockashop biztosította, és az a királyi hírem, hogy ebben a hónapban a kiemelt tematika a Minecraft lesz, illetve a Super Mario, és ezzel kapcsolatban lesznek majd szuper lehetőségek a Kockashopnál, miatt érdemes lesz majd figyelni a weboldalukat, illetve majd persze én is csatolom a videó alá a linket hozzá. Plusz, hogyha szeretnétek megnézni a Kockashop ajánlatát erre a készletre, akkor a videó alatti leírásban található link segítségével ezt meg is tehetitek. Visszatérve a készlet adataira, 2023. augusztusában jelent meg, szóval egy eléggé friss készletről van szó. 5 minifigurát kapunk hozzá, illetve egy építhető karaktert, 868 lembel épül föl, és ehhez pedig 44.990 forintos listaár társul jelenleg, szóval ez egy ilyen drágább készletnek tekinthető. Ellenben eléggé nagy, ahogy láthatjátok, több mint 30 cm széles, szóval mutatós. Annak ellenére, hogy 800 plusz elemből épül föl, eléggé hamar meg lehetett építeni. Ez ugye annak köszönhető, hogy Minecraftos készletekhez hűen brickekből és plétekből áll a nagyobbik része. Ugye ez azt jelenti, hogy főleg a brickeknél ez azt jelenti, hogy ugye eléggé nagy elemekből építünk, és emiatt látványos is a haladás, illetve eléggé gyors is. Összehasonlítva egy technikkészlethez képest, ahol apró pinek, meg kisebb excelek vannak, meg rengeteg más apró alkatrész. Szóval szerintem értitek, mire gondolok. Azt kell mondjam, hogy maga a készlet elég jól néz ki. Ugye ez a több mint 23 cm magasságú vas gólem erőd nagyon mutatós. Tehát távolról nézve is azért feltűnik, hogy ez nem csak egy erőd, hanem hogy látszódik rajta elég a vasgólem. Nyilván nincs átakarva a feje, és így tényleg nagyon látszódik is. De nagyon mutatós ugye a felfutott növénnyel az oldalán, és oldalt a bástyákkal, plusz itt alul, vagy középen igazából látható egy ilyen várfal is rajta a kis lőrésekkel, ugye, hogy az íjászok ki tudjanak lőni közötte. Szóval szerintem eléggé szépen eltalálták. Ehhez még kapunk egy kisebb belteret is, de arról még egy picit később, hiszen nézzük végig, mi van itt az előtérben. Elől van 2 darab kis piros virág, ugye emeltek ezek rózsák, emellett pedig más növényt nem kapunk, se olyan rendes állatot, mondjuk malacot vagy csirkét. Viszont itt látható egy kis ajtó, amit ki lehet nyitni két felé. Ez elég jó játék tud lenni, bár mint erőd nem szívesen látnám kapuként, hiszen ezen eléggé könnyen át tud szökni az ellenség, és nem biztos, hogy túl nagy védelmet, szóval ez nem biztos, hogy a legszerencsésebb. És ugyancsak nekem egy kicsit furcsa, hogy nagyon alacsony itt a várfal, jobban el tudnám képzelni, hogy magasabb lenne, mondjuk idáig elérne a zöldségig a bástyákon, de hát ezt majd látni fogjuk, hogy miért csak ilyen alacsony. Ha megfordítjuk az erődöt, és egy kicsit arra pakoljuk a minifiguráinkat, akkor feltárul elénk ez a, hát, eléggé letisztult kialakítású belső tér. Ha alulról kezdjük így a belső tér megtekintését, akkor láthatjuk, hogy kapunk egy ládát, amiben elfért egy vasbalta, illetve egy vaskard is. A másik oldalon pedig ilyen blessed furnace, azaz ilyen nagy olvasztó kemencét kapunk, plusz egy ilyen munkaasztalt, amin 2 darab ilyen vas ingot vagy vas tömb is elfért. Ezek nagyon jól néznek ki, mutatósak, viszont a falak eléggé üresek, nekem még elfért volna valami plusz rajta, bár az szerintem eléggé feldobja.
hogy ugye ezek között a 1x2-es, meg 1x1-es brikkek között van térköz kihagyva, és így egy kicsit szellősebb, kicsit izgalmasabb lett a kinézete. Aztán itt van egy ilyen furcsa, hát nyílás, ami annyira nem néz ki jól, majd jön az emeleti rész, itt kettő darab ágy kapott helyet, és amit nagyon jól kialakítottak benne, hogy ugye annak ellenére, hogy rá van tolva a falra, hogyha berakunk egy minifigurát, ott elfér a karja is, hiszen itt hagytak helyet a falon belül neki. Talán az egy kicsit furcsa lett, hogy sárga és világos kék az ágy szín, amiközben a két minifiguránk, az, mert ugye a két jó minifigura, akik itt lapnak, azok ilyen narancssárga és lila torzójúak, és akkor lehetett volna ahhoz igazítani a színezést. Végül pedig elértünk ide a tetőszintre, vagy ilyen teraszra igazából, ami hát nagyon-nagyon, de nagyon csupasz, és ez kimondottan furcsa tud lenni. Összesen egy térkép van itt teljesen a falra rátolva, ami igazából két ilyen printált térképelemből áll, és semmi más nincsen itt. Ez hát szerintem nem feltétlenül válik az előnyére a készletnek, viszont ezt kapjuk. Most jön a lényeg, ugye ha azt gondoltátok volna, hogy ez csak egy ilyen vaskólámra hasonlító erőd, akkor ezzel nem jártatok messze a valóságtól, viszont ez az egész átalakítható egy óriási nagy vasgólemmé. Ez egy kicsit el kell bontani néhány részt. Kezdve itt a bástyákkal, amik igazából a lábai a nagy gólemnek, és a bástyát pedig vissza tudjuk ide helyezni a láb helyére, és itt látszódik az Andiból, amit mondtam a videó elején, hogy ezért ilyen alacsony ez a várfal szerintem, hogy a visszahelyezett bástya ne nézzen ki rosszul mellett, hiszen így legalább egy kicsit kiemelkedik, viszont így utólag nézve szerintem lehetett volna az, hogy mondjuk két brikkel megemelik itt az egész részt, és annyiban magasabb a fal is, illetve annyiban magasabban van a bástya meg a láb, és akkor, ja, értitek, jobban erőszerű lenne. Eléggé könnyen lejön, hiszen összesen 4 stát fogja a helyén. Ez nagyon jó hír, hiszen ki akar sokat küzdeni azzal, lejöjjön egy 4x6-os plét, miközben könnyen le is jöhet. És az a furcsa nyílás, amit mondtam, az ilyenkor egy kicsit segít a gólem testének a levételében, hogyha azt megfogjuk, akkor alá tudunk nyúlni, és így igazából a torzó, a fej és a kar az együtt mozog. Ezt pedig a lábra úgy tudjuk felhelyezni, ugye az Exult belehelyezzük a kis kialakított nyílásba, és így teljesen harcképessé válik a vas gólemünk, az óriási vas gólemünk, ami azt kell mondjam, hogy jól néz ki tényleg. Tetszik rajta a felfutó növényzet, ugye a karokon mind a két kar ugyanazt a felépítést kapta, de tök jól áll rajta ez a zöld szín, illetve a sötét zöld szín is. A torzóján pedig kifejezetten tetszik itt a két nyílás, ami ilyen két ablak igazából, plusz ez a lelógó növény, ami egy kicsit így hajtható, ami nyilván nem a funkciója, hanem így lehetett felrakni, így lehetett rögzíteni, de hogy alapvetően ez is nekem tetszik rajta. Végül pedig a fej részét, hogyha megnézitek, szerintem elkapták a vaskólemnek így a kialakítását. Jó lett a szemeknek a mérete és az állása is. Az orr az ugye egy egyszerű építmény rajta, de ez is hozza a várt kinézetet, illetve ugye ez egy brick build dolog, ennek ellenére tényleg eléggé sikerült beleépíteni a falba, és emiatt nem érzem azt, hogy ez egy nagyon ilyen erőltetett megoldás lenne, tényleg így mondhatni organikussá válik. És ami a lényeg, tudjuk mozgatni a karokat, illetve meg is állnak abba a szögbe, amiben helyezzük, és teljesen körbe tudjuk forgatni, közben ugye jó kis kattogó hangot ad ki, ez ugye a Lego elem miatt van, ami a rögzítés szolgálja, de ez egy tök jó funkció benne, hogy a kar mozgatható, például lehet fekvőtámaszozni ennek az óriási vaskólemnek, hogy még erősebb legyen. És hogyha azt gondolnánk, hogyha levesszük így a vasgólemet az erődről, akkor az hát ilyen funkció nélkül marad, mert egy ilyen lecsupaszított váz lenne, ami egyfelől igaz, mert tényleg eléggé furcsán néz ki, hogy ennyire üres, ennyire egyszerű, viszont így is meg tudja állni a helyét, nyilván egy külön szetnek nem, hanem ezzel együtt, de tetszik az, hogy lehet ötvözni ezt a nagy építhető karaktert egy
egy ilyen erődítményei várral, és ennyire jól be lehet illeszteni annak az alkotó részeit ebbe az épület környezetbe. A minifigurákra rátér, ahogy említettem, 5 darabot kapunk, illetve egy építhető karaktert. Kezdjük a sort a hagyományosabb minifigurákkal, mármint felépítés szempontjából. Van egy kristálylovag, akinek sajnos a lábán nincsen semmilyen print, meg semmi díszítés, egy egyszerű fekete lábat kap, viszont a torzója elől-hátul printelt, illetve a torzó és a fejalap színe dark purple, azaz sötét lila, és a fej is elől printelt. Eléggé jónak tűnik a kialakítása, bár személy szerintem még nem játszottam ezzel ebben a skinben, ezzel a karakterrel, de így képekről az jött le, hogy jól néz ki, és neki kezébe egy íjat tudunk elhelyezni. Kapunk mellé egy aranylovagot, aki a kristálylovaggal ellentétben egy aranyszínű lábat kap, ez tök jól néz ki, illetve egy ugyancsak elő-hátul printelt narancsárga torszót. Ez a torszó számomra egy kicsit izgalmasabb kinézetű, nekem egy kicsit jobban is tetszik. Végül pedig a fejére rátérve, neki sötétbarna az alapszíne, és ugye elől látható rajta a printelés mindenféle világosabb, sárgás és barnás színekkel. A kezébe egy aranykardot tudunk elhelyezni, plusz egy pajzsot, amin egy villám látható, és egy érdekesség, ugye, hogy ez nem egy rendes LEGO pajzs, hanem egy 2x3-as tile, aminek átuljára ezt a transzparens fogót helyezték el. Ez egy elég érdekes megoldás szerintem, igazából megnéztem volna, hogy milyen egy rendes Minecraftos pajzs, de nyilván anyaghasználatból ez egy eléggé legós megoldás, hogy már létező alkatrészekkel valósítanak meg valamit. Kapunk készlethez egy feltöltött creepert, vagy charged creepert. Neki ez a jó kis zöldszínű, éppen lépkedős lába van, illetve torzója, és erre kerültek föl ezek a világos áttetsző kék macisajtok, vagyis egyszer egyes szlópok. A feje pedig ugyanígy ilyen transzparens, világos kék színű, és ugye elején printelt, ahol a creeper fej látható. Elég jó pofa kis minifigura, jól áll neki ez a világos kék-zöld szín összekombinálva. Készlethez kapunk még 2 csontvázlovast, mind a kettő ugyanúgy épül föl, ugyanaz a fegyverzetük is, ugye egy ilyen világos lila, vagyis medium lavender színű íj. Maga a csontváz az ugye teljesen megszokott csontváz test elemekből áll, és a tetején, vagyis pontosabban a fején, és úgy a fejének a tetején pedig ugyancsak egy ilyen világos lila sisak kapott helyet. Maguk a csontvázlovak szerintem eléggé izgalmasak. Ugye annak ellenére, hogy a négyzetesség, ez a brick built kialakítás, eléggé korlátolt megvalósítást fogalmaz meg a fejembe, vagy nem is tudom, hogy írjam körül. Azt gondolnám, hogy minél kevésbé ilyen egyedi alkatrészek vannak benne, annál nehezebb megoldani azt, hogy mozgatható legyen, vagy hogy részletesebb legyen egy ilyen kisebb dolognál. És viszont szerintem nagyon jól sikerült a láb és a fejnek a mozgatása, hiszen ez a lényeg, hogy a hátsó láb és a fej is egy-egy hincsre van rögzítve, és ennek köszönhetően ugye fel tud így hőkölni a ló, illetve a fejét is le tudja hajtani, felemelni, illetve ilyen normális döntött szögbe tartani, ami még elég jól néz ki rajta, hogy ugye ezek a hát áttetsző részek vagy lukakra, azok ilyen trans black egyszer egyes plétekkel vannak kialakítva, illetve hogy a fejen a szemnyílás ugye az egy egyszer egyes technik brickkel valósult meg. Szerintem tök jól néz ki. És végül pedig az utolsó karakterünk, aki ugye nem minifigura, hanem építhető karakter, a vas gólem maga. Teljes értékű figuraként funkcionál, mozog a lába, még a lábfeje is, hiszen ott hincset kapunk, és így állítható is. Nyilván maga a láb az könnyebben mozog, mivel azok ilyen klippes plétekkel vannak rögzítve, illetve a karok is jól mozgathatóak, ezek nagyon jól megmaradnak abban a szögben, amiben állítjuk őket, és a végén pedig
ilyen egyszer egyes modified tile-ok vannak, aminek a tetején klip van, így a kezébe tudunk adni bármit, amit szeretnénk. Részletesség szempontjából egy 2x3-as tile szolgálja így a mellkasát, amin látható ez a növény is, plusz a lábán és a bal karján, illetve a vállánál is látható zöld elem, ami ugye ezeket a növényeket szimbolizálják, amik ráfutottak, és ez a 2x3-as tile pedig printelve jött, szóval nem kell semmit sem matricázni. A feje pedig tökéletes, nagyon hasonlít az óriási vaskólemre, vagy az óriási vaskólem feje hasonlít a sima vaskólem fejére. Ez egy olyan kérdés, hogy mindenki maga dönti erre a választ. Most nézzük meg még az összerakás útmutatót, illetve a dobozt. Az összerakás útmutató 150 oldalas, A4-es formátumú füzet, meglepően nagy és vastag is, és az alján a kis állapot jelölő csíkon pedig a kristálylovak kísér minket az építésen. Végül pedig nem maradt más hátra, mint a doboz, ami eléggé hosszú vagy széles, ez számomra eléggé meglepő, illetve még az is, hogy nincsenek alul ugye a minifigurák kirakva, mint mondjuk a Star Wars-os készleteknél, de nem kell megijednünk, hiszen a doboz tetején kaptak helyet. Visszatérve a doboz elejére, nagyon jól áll a készletnek, hogy egy kicsit alulról van hát fotózva vagy beállítva az első kép, illetve látható még itt a nagy Iron Golem, illetve a normál Vas Golem egymás mellett, mutatva a méretkülönbséget. Igazából amit még így elbírtam volna a doboz elején, az a darabszám, hiszen az nincs rajta. Ha megfordítjuk, akkor kiemelik az alsó képeken a játszhatósági funkciókat, a modulárisabb felépítést, és így jobban át tudjuk képzelni, ugye, hogy mi vár ránk, és a doboz tetejére visszatérve pedig megnézhetjük a minifiguráinkat, illetve egy-egyes méretarányban a kristálylovagot kapjuk meg. Ez a videó ennyi is lett volna a készletet, a Kockashop biztosította, hogyha érdekelteket a Kockashop ajánlata, akkor a videó alatti link segítségével meg tudjátok nézni, illetve remélem, hogy tetszett nektek ez a tartalom, hogyha igen, akkor lájkoljátok be, illetve ha még nem tettétek meg, akkor iratkozzatok is fel a csatornára. Sziasztok!